Gyerekek, azért ne aggódjatok! Ali bátyátok itt van, nem kell aggódni. Jó van? Látom, itt meg vagytok hatódva, meg itt el vagytok egy kicsikét, hogy kampicsorodva, nem kell. Nem kell, gyerekek, jó van? Megjöttem. Hülye gyerek, meg itt nekem itt most meg én a fejemre fog itt beszélni? Nem szeretem ezt én azért, nekem itt, figyeljetek ide, tehát azért én régen, mikor ott Teheránba bevezették a CB rádiókat, hát azért első dolgom az volt, hogy kiköttettem a pisába, hát nekem ott ne dumáljanak a fülemre, érted? Én nem szeretem, én szeretem, mikor magam ura vagyok, megyek ide, megyek oda, csinálgattam a dolgokat, amiket kell. Figyeltek ide, azért így csinálgattam dolgokat. Hát majd az később elmesélem, hogy jól van. Gyerekek! Dani, köszönöm szépen! Nem tudom, hol vagy, Dani. Köszi mindenkinek, itt valaki. Toki. Köszönöm. Gyerekek, ittam helyettetek is ám, mert tudtam, hogy nem fogtok inni. Hiába mondom én nektek, hogy igyatok normálisan, nem isztok, basztok az egészbe bele. Mindig így volt, de nem aggódjatok, nem aggódjatok, iszok én azért, jó van? Na. Hoztam ma is egy kis vegyígyümit, jó van? Sziasztok, jobbró, balró, sör. Itt vagy, de minek márga, ha igyál keveset, nem érhet baleset márga, ha megint ezek a nagyot mondó dumák, notlik edisz igazat mondjál, mert még ebű baj lesz, mi sziszkod. Pörgesd föl magad, ez bármi egy van. Kis vegyigyümi egy kicsit, hogy leöblögetni, jó van? Ha jöjjön a lemez, a kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Gyerekek, el vagytok szállva nagyon. Meg kell állni. Ha figyeltek ide, fél lábbal se jöttem meg, baszki, aztán már itt levagytok engem nyűgözve. Hogyan vannak itt ezek a dolgok? Azért nem kellene itt ilyeneket is csinálgatni, jó van? Azért én nem szeretem én ezeket a nyalizgatásokat azért. Figyeltek ide, azért... Jó van, én nem most jöttem a 620-asra, tudjátok, hogy van ez. Figyeltek ide! Lalőr, magyar nép, nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika. Hát azért nem tudok szóhoz jutni, gyerekek, valaki megállás nélkül dumál a fejemre. Hát ezt így nem lehet csinálni. Hát meg kell mondjam ennek a gyenge emlőnek, hogy nekem köttesse ki ezt a gyereket, aki ugyanazokat a dolgokat hajtogatja itt. Egyszerűen itt el vagytok szállva teljesen. Megy a nyalizás ezerre, gyerekek. Jó van. Köszönöm én azért, köszönöm, örülök neki, értékelem. Majd, ha lesz időm, jó van? Azért tudjátok, hogy van ez, azért én csak úgy nem érek ám itt rá dolgokra. Itt azért komoly hajsza volt, tehát azért itt el kellett jönnöm Amerikába. Mert majd itt már meglátjátok, hogy céget kell alapítani, meg minden ilyen lófasz dolog lesz ám, jó? Hát azért nem kell itt elszállni. Itt azért nagyon komoly munka vár rám gyerekek. Tudjátok, mikor voltam utoljára Amerikába? Hát most 30 évvel ezelőtt. Kijöttem egy kicsikét kaszinózgatni egyet ide. Aztán... megmutattam nekik, hogy itt a nem nyerő géppel is lehet azért nyerni. És... hát az akkor azért úgy ki is tiltottak az egyik kaszinóból. Már nem tudom melyik kaszinóból, majd lehet arra elmegyünk, azt beugrunk egyet kicsikét kaszinózgatni. Jó van, gyerekek? Nem tudom, lesz-e kedvetek, de nekem van igazából, úgyhogy akkor megyünk egyet, kicsikét kaszinózunk. Sokan itt írtátok nekem, az meg itt írtatok leveleket, kézzel írott leveleket, hogy Lali bácsi, szeretünk, nagyon jó vagy, de onnan a picsából van ennyi pénzed? Hát mondom, édes fiam, majd most akkor figyeljél most hétvégén, figyelj oda, megmutatom itt nektek. Jó van? Itt kijöttünk Amerikába, gondoltam, egy kicsikét megmutatom nektek az amerikai terepet, mert sokáig odáig vagytok érte. Aztán... na mondom... alapítunk itt is egy céget. Mit szóltok hozzá, jó van? És akkor látjátok, hogy azért tetőtől talpig Lali bátyátok főhúzza a céget. És akkor azt is látjátok, hogy... tehát azért én azért pénzügyekben azért... nagyon otthon vagyok én, gyerekek ám, jó van? Jó? Na, megmutatok én nektek itt ilyen csibészségeket. Aztán majd meglátjátok, hogy mi van? Mi van? Gyenge elmélyű, hol van? Mit tudom én, hol van te? Na most bejelentkezett ez tánctanfolyamra is ám, gyerekek. Nem tudom, ez mi a lófaszra készül.
Jó van, figyeljetek ám rá nagyon, mert itt el van varázsolgatva, hogy de beszervezett bazd meg ilyen Ferikét maga helyett. Hát szóval teljesen. Figyelj, ez a Ferike gyerek. Én nézegettem itt tegnap, miket varázsolgatott itt nektek össze-vissza. Ó, odáig voltam. Mondom, ez a gyerek bazd, amiket tud. Szóltam neki, hogy leadtam a rendelést, hogy varázsolgasson nekem ide egy-két dolgot. Baszott ez bele az egészbe, figyelj, tehát ez hiába mondtam én neki, hogy ezt, meg ezt, így szépen, katonásan meg kell csinálni. Baszott bele te, figyelj, tehát ez, ezek a fiatalok, én nem tudom, tehát ezek el vannak szállva teljesen. Kétségben vagyok egy kicsikét az ES-re, mikor ráérősebb pillanatomban vagyok. Na de, hú, kiszáradtam gyerekek azért, ne beszéltessetek itt ennyit. Csak egy kicsi kortyocskát, mert azért gyerekek nem volt egyszerű ám átcsempészni, áthozni, basszátok meg, miket beszélek itt, áthozni Amerikába, hogy magyarból itt a jogsöröket ám. Jó van? Na azért csak itt azért tessék nagyra értékelni minden dolgot, amit következik, mert de itt aztán, most aztán vége lesz a dalnak. Na figyeljetek ide most akkor. Most. Ó, egy kis kakót azért adok erre azért zenére, mert azért halljuk itt egymás hangját is. Jó van, nem tudom. Na a gyerekek azért láttam itt körbeugráltatok. Fasz a gyerek volt mindenki. Így tovább gyerekek, így tovább én azt tudom nektek mondani. Így tovább. Szépen lassan le fogtok nyűgözni. Gyerekek, én mindig adok nektek lehetőséget, hogy lenyűgözzetek. Jó van? Tartsátok az észben. Jó? Ezek legyenek mindig ott a fejetekben, mert előbb vagy utóbb a végén valaki le fog tényleg nyűgözni. Tehát én azért látom, lesitek a kívánságaimat, lesitek azt, hogy én mit akarok itt csinálgatni, meg ilyenek, azért. Jó van, azért. Majd amikor ráérek, akkor kiértékelem ezeket a dolgokat. De azért tudjátok, én azért nem egy túlságosan ráérős fickó vagyok itt, jó? Na. Figyeljetek ide akkor, engem azért várnak ám TikTokon is. Baszki, mert ott hajnalka nekem itt jön GPS-kedni, vagy nem tudom, hogy a lófaszokat csinálgat itt majd az, mert azért... el van ám szállva egy kicsikét ő is. Azért gyerekek meg itt múltkó. Basszátok meg, hát ezt figyeljetek ide, mi volt itt. Hát nem tudom, ki látta, ki nem. Na most akkor elmondom. Hát itt harcoltak a kegyeimért. Jó van? Na Biro, látlak ám téged is, ne aggódjál. Szevasz. Na nézz oda. Kétségben van itt tesemába, az meg. Na. Figyeljetek ide, akkor elindulunk, jó van? Jaj te! Hát még a izémet csettem meg, az izé... Fehér borsó főzelékemet, bazd meg! Aronkával lefőzettem egy adagot, aztán baszott ez bele te? Mondtam neki megint előre, hogy na, ne melegítsed föl nekem nagyon, ne most készítsd! Jó, nekem hidegen is baszott ez bele te? Figyelj, ez olyan tűzforró volt, bazd meg, hogy... Majdnem elolvadt az nyelvem. Na, gyerekek, hol vagytok? Figyeljetek ide, akkor itt... Csinálgatunk egy-két dolgot itt, jó van? Nekem itt azért bemutattám a gyenge elmély, hogy itt miket kell állítgassak ám. Jó van? Hát de mondtam én neki, mondom, nekem itt nem kell itt okoskodni. Mondom, ki ne figyeljél, bazzag, én tudok ám mindent. Hát én benne vagyok a szakmában már mióta. Mi? Nem így van? Na. Hát nekem itt nem kell okoskodni. Azt látok, mert nem szeretem, mikor itt valaki okoskodik nekem. Ne okoskodjon. Mit okoskodik? Érted? Na figyelj ide, Alexander, hol vagy te? Ká, köszi, átbazd meg. A gyereket megindultunk TikTokon is ám. Megindultunk, hol vagytok? Itt vagytok? Hello, mi van? Gyerekek, gyertek, sorakozó van. Basszátok meg, hol vagytok? Hát a hasatokra süt már a kibaszott nap. Hát gyertek, hát mi van? Besegjetek egy kicsikét. Bazd meg, nem igaz. Én jöttem ide, itt voltam időben ám, gyerekek. Itt voltam megint, aztán... Féváró vesztek engem megint. Na jó vagy, de be kell táplálni az információkat, jó van? Tehát itt azért én most itt elkalózolnak ám benneteket egy-két dologba. Jó van? Na, figyelj oda. Figyelj, az a lényeg, itt kérdezik a lakcímedet, meg ilyeneket, sosem mondd meg az igazit, bazd meg. Jó van?
nem szabad megmondani itt a dolgokat, mert jönnek itt a különböző hatóságok, meg apjapasza, meg a... Te figyelj, de nem kell itt ilyeneket csinálni, jó van? Te tudom én ezek, hogy mennek, nem kell itt, nem kell. Így jó van. Meg kell táplálni ide a nevedet, érted? Ki kell választani itt magadnak a... Meg a lófaszt. Bazd meg, ez nőnek, nőnek néz, mi a lófasz itt te? Figyelj már ide, apja faszát. A kurva anyát, ha jön a lemez, a kompresszorod úgyis jobban szűnik, meg csajod. Na figyelj ide, ez hasonlít rám azért, nem? Mi? Gyerekek, mi van veletek? Remélem azért hasonlít rám. Nézd oda. Jó van, Ákoskám, nem kell itt aggodalmaskodni, figyelj ide, nem kell itt aggódni, bazd meg. Itt aggódsz, nem kell aggódni. Figyelj ide, még engem látsz, addig nem kell beszarni. Én itt vagyok, megoldok mindent neked, édes fiam. Ha jó van, azért ügyes gyerek volt, ahogy írtál. Na mi van, Vanduskám? Üdvözöllek te, hát kész sokom, ha hol jártál ideig, tehát kerestelek Gárkon Bokron keresztül minden. Hát mi van veled? Hol jártál eddig, Landuskám? Hát nem kell miatt bocsánatot kéri te. Jó, jó van, na majd intézzük, jó van gyerekek, na. Na hol vagy Lassi? Jó van gyerekek, gyerekek, azért nem kell ám itt elszállni. Na jó van Lassi, köszi, csá, mi van veled? Hát figyelj, de valami lófaszt itt ki kell választani. Én a nyulat választom azért, mert olyan vagyok, mint a nyúl. Látom, jön a sziréna, akkor megyek ám, mint a rakéta, baszki. Cégnémnek mit adjunk meg, gyerekek? Valaki segítse, mit adjunk meg? Nem mindegy, érted? Most ez formalitás, érted? Jó kapcsolatokon múlik, nem a cégnéven. Érted? Ha, érted? Ha mit adjunk meg itt? Valaki mondjon már valamit, gyerekek. Hát, basszátok meg, Lajos, trans. Hát te nem vagyok én transvestita, te, hát minek nézel te engem? Mi a... Hülye vagy? Bazzak, hogy viselkedsz te itt? Mi? Hajnalka, hol van? Gyerekek, valaki hozzá ide nekem hajnalkát, mert itt gyerekek el vagyunk szállva nagyon. Mi van? Mi, Lalicó? Mi van? Mi bajod van? Ah, figyeljetek ide! Hát mi van? Há, gyerekek, itt azért... Hát... Kicsikbe vagyok esve, teljes mértékben egy félvárról veszítek a feladatot. Basszátok meg, hát ez így nem jó. Majd akkor én mindjárt várjatok egy kicsikét, innom kell azért, gyerekek, jó van itt azért. Meg ráérni, nem kell sietni sehova, tehát azért a KFT az nélkülünk úgyse fog felépülni, érted? Érted? Nem sietünk sehova, sose szabad sietni, bozd meg. Érted? Jó, a gyerekek, nem kell itt izélni. Kezdi csókolom hajnalka. Jó van gyerekek, csá mindenkinek. Látok mindenkit. Na jó van gyerekek, lesz akkor a neve az, hogy apja faszát, Latin lever lesz, mert azért arról megismernek sokan, azért látják majd azt, hogy itt azért Amerikában megalakult a izé, ami a lófasz, a Latin lever KFT, akkor azért majd itt ám hasra fognak ám esti sokan. Hát persze. Hova gondoltam? Na figyeljetek ide, ki kell választani itt ám a dolgokat. Jó van gyerekek, itt azért sok területre el lehet ám majd menni a jövőbe. Ezek kurva nagy dolgok itt ezek ám. Nagyon nagy területek te. Jó van gyerekek, még azért te ne felejtjétek el, hogy itt azért kezdőmotorosok vagyunk ám. Apja faszát, ahogyne. Na hol alapuljon meg itt a cég? Mi? Mi van? Apja faszát, hol? Á, figyelj ide te! Menjünk itt az éből Mexikóba, jöjj, át a lófasz a Mexikóba te! Milyen Mexikó? Új Mexikó ez mondjuk, miket hadováltok itt nekem össze? Basszátok meg, hát hova beszéltek itt hát?
Mi? Gyerekek, ne aludjatok! Ne gyertek ide nekem melegedni, baszki, mert abból igen elegem van már. Na mi van? Figyelj, de gyerekek, van ám itt Sacramento, meg Renault, Franciska, apjafasza, ezeket ki se lehet ám mondani, bazd meg. Los Angeles, Diego, Prim, ilyenek vannak, mi? Hova menjünk? Én figyeltek ide, én azt mondom nektek, itt a Los Angelesben azért vannak ám itt azért komoly kaszinók. Jó van gyerekek, oda kell jutni a mai nap. Tűzzük ki ezt célul, oda kell jutni a mai nap. Jó, mert szögezzük, akkor leágyez, bugyez, apja fasza. Megvan áldva ez a terv. Ha hol a lapuljon meg itt a cég? Apja fasza. Hát ez figyelj ide, tehát ez bőség zavara van. Figyelj ide. Jó van gyerekek. Figyeljetek ide, azért itt én ám meghekkeltem ám rendesen itt a dolgokat. Jó van gyerekek, azért láttatok majd olyan olyan dolgokat, amitől le fog esni az állatok. Jó van? Gyerekek, azért majd nem kell itt nekem majrézni, mert szoktatok azért ilyenkor majrézni. Nem kell majrézni, gyerekek, majd azért szépen mindent meg fogok ám nektek osztani. Jó van, gyengelmével, hogy meg fogom üzenni a Discordon. Hát ez ilyen fapja faszát, Discordra föl kell menni gyerekek, jó van, ott lesz minden. Hát mint mindig. Minden, ami Lajos, az ott van. Jó van, gyerekek? Discord. Hát jó van. Mondogatom itt ezeket, basztok bele az egészbe, érted? Nem lehet így. Nem lehet így. Azt utána, hogy ki vagytok itt akadva. A Lagziról majd később beszélünk hajnal, akkor ne kíváncsiskodjál, figyelj ide, légy szíves. Most ezt koncentrálni kell itt a cég alapítása. Amerikában alapítunk céget, nem lehet ezt P-váról venni, légy szíves azért. Hát tudod te, hogy megy ez a cég alapítás, azért az nem két perc. Jó, meg kell gondolni. Jó van? Na. Az, hogy ilyen volt a Lagzi. Majd mesélek róla eleget úgyis. Hát, na hát tudod milyen vagyok. Hát ezt elmondom, hogy én baszki. Nem picsázok. Na jó van gyerekek, menjünk ki zébből. Eurékából. Reading. Jó van gyerekek? Hát kipasszát, oktasd a nyádat, baszki. A hülyének nézed engem te. Na ennyi, látjátok, tehát ez nem egy nagy ördöngőség, látjátok azért. Ugye? Nem ám itt izétek. Beszartok. Nem kell. Megyünk ám, hogy mindenhova gyerekek, nem kell itt majrézni. Ez csak a székhely, érted? Itt most vagyunk ám először meg utoljára. Ez csak a székhely. Érted? Érted, na. Látjátok, itt nekem okoskodik ez, engem ezek itt nem nagyon hatnak ám meg, mert ezek ilyen szakzsargonos aptyafasza, hát ez nem kell ide semmi. Érted? Na, figyelj ide! Az anyja hét szentség itt te! Jaj, gyerekek, hát itt nekem hogyan vannak beállítva a dolgok, te? Jaj, te! Hát az apja faszát, te! Tehát itt minden nekem itt el van kalibrálódva, Ferik elvarázsolt a kompjútert! Gyerekek, ez így nem jó, be kell állígatni mindent most itt, akkor ezzel kell pöcsölni. Jaj, hát én nekem itt minden megvoltám. Gyerekek, nem kell itt kétségbe esni. Pillanatok alatt én ezeket megállítgatom ám itt pillanatok alatt, jó van? Nem kell itt beszarni. Mert azért tudom, ilyenkor meg szoktatok révülni egy kicsikét, nem kell, jó van? Nem kell itt izélni. Csinálok én mindent. Jó van? Pillanatok alatt megoldom. Apja faszát a gyerekek, hát itt azért... Itt azért ilyenek vannak, mi? Euróba kell nekünk itt a fizetőeszköz, nem? Euró. Jó van gyerekek, vagy mi van? Euró. Euró kell. Persze. Nem? Gyerekek, jól mondom.
meg kilométerbe, meg tonnába, meg ilyen lófaszok, érte, Celsius, nekem nem kell ide ilyen amerikai gallon megjelézni, lófasz dolgok, érte, nem kell itt. Ezek ilyen izék, ez ilyen olyan dolog, hogy ez, á, figyelj ide. Itt szokott ellásva lenni a kutya. Itt kell nagyon résen lenni, gyerekek, jó van? Itt kell nagyon résen lenni. Hát, ne. Hogy van nekem itt beállígatva minden? Mi? A most a jó. Nem baj, legalább azért látjátok, követitek itt a dolgokat, látjátok, hogy én itt nem izélek. Nem hazudozok én nektek. Nem szoktam hazudozni én. Hát én nem olyan vagyok ám. Persze. Látod? Azért vannak ám itt állígatva jó dolgok. Felfüggesztéseket, tehát lehet itt liftezni. Érted? Fiataloknak ez fontos. Lehet liftezgetni itt az autóban. Jó van, gyerekek? Nem kétségbe esni. Á, persze. Á, gyerekek, be kell állítani itt a izét. Figyeljetek ide, itt azért én beszéltem itt egy ügynökömmel. Kint van a izébe. Colorado, vagy hol a faszomban van itt, nem tudom már hol vannak itt ezek, te. Olyan veszélyes fuvarokat lehet itt csinálni, te. Fazd meg. Egész, ezt a fuvart megcsinálod, ezt egész életedben nem kell fuvart csinálni, mert annyit pénzt adnak, kitömik ám a zsebet, te bazd meg. Az orrodon, szádon azt fog kiömleni. Ahogy nem, majd meglátod. Nem kell itt nekem elszállni. Jó van, gyerekek, na. Figyeltek ide akkor. Mi van? Gyerekek, ezeket innen itt el kell tüntetgetni, mert nekem itt nehéz. Á, jó van, figyelj ide, most így első körben azért nem rossz ez. Ez a tanulókamionunk lényegében. Ez a tanulókamionunk. Hát ez ilyen beszoktatós kamionám ez. Jó van? Ez ilyen lófasz. Már remélem, hogy itt nem tudom, hogy itt hogyan kell húzogatni föl az ablakokat ám. Jó van, gyerekek? Menjél már föl, te! Ó, te! Figyelj oda, bazze, mert itt átbasznak. Menjél már le anyádba, te! Na, azt meg föl kellene húzni. Ha, jó van, látjátok, megy ám ez. Figyelj oda azt a izé lófaszt, azt hogy kell állítgatni ott. Hát nekem itt ne okoskodjon ez a szar. Érted? Ha figyeltek ide, le kell vinni itt egy fuvart. Jó van? Hát ez ilyen kezdő. Ez kezdőknek van ez a izé kamionám. Nekünk nem ilyen kamionunk lesz ám, az, mert ez. Ezt tudjátok, ez a picsafüst. Ez nagy lófasz. Semmit nem ér itt, bazdmeg egy eurót nem adnék ezért a szarkupacé. Érted? Most bazdmeg olyan hosszú ez te, mint a nem is tudom, hát valami... Gyárnak bazdmeg a kéménye. Érted? Na, ezzel a GPS-szel megyünk itt. Gyerekek. Jó van? Azzal a GPS-szel megyünk itt egy kicsikét, mert... Nekünk nem kell ide izé. Hát azért Amerika, azt tudjátok, hogy van kitáblázva, lófasz. Hát itt hogyan akartok menni, jó? A kicsikét majd itt azért venni kell normális kamionokat, meg kell alapozni itt a jövőnket. Jó, majd itt Amerikában, mert azért nem úgy mennek ám a dolgok, mint otthon magyarba. Hogy de? Hát persze, hát nekem itt nem kell itt izéni. Magyarázkodni. Jó van, gyerekek? Na. Azért látjátok? Micsoda élet van itt? Baszki! Mindenhol ember, te! Lent vagyunk ugye a tengerparton, aztán hát szezon van. Hát ilyenkor szezon van, aztán... Te ennek bazzeg olyan hangja van ennek... Igen keserves hangja van ennek a kamionnak, te! Hát ez... Ki se lehet látni, tehát itt be kell hunyorodnom egy kicsikét. Hát nem látom ki normálisan a kabinból.
Na, ott lehet venni izét. Oda nézzé. Kiárusításra lehet venni ott a kis dodzsokat. Oda nézzé. Hogy de? Hát van itt ám minden, ami nincs az... Az nem itt van. Hogy de, itt minden van, gyerekek. Nem kell itt ám picsázni. Itt azért ez egy más ország. Hoztam magammal, bazd meg sört. Hol fogok itt találni sört? Te szerinted hol? Ha tudod, ki fog itt tenni sört inni, hoztam magammal, érted? Hoztam én. Nem kell itt kétségbeesni, gyerekek. Hát figyelj, ugyanúgy kormánnyal kell irányítani a kamiont, meg van egy gázpedálod, meg fék, meg kuplung, érted? Van a váltó, amikor melyik kamionba ülsz, érted? Szóval gyerekek, nem kell itt kétségbeesni, nem egy nagy ördöngőség. Azért maga itt a kamionozás az ugyanúgy működik, csak azért sokkal nehezebb azért, mert azért ide nem akárki jönnek ám, az ki, de már rutin, hát nem is a rutinos, akkor rutinos lehet malfasz is, érted? Malfasz rutinos, az így mondják. Hát azért ide nagyon komoly szaktekintély kell ám a gyerekek, pláne úgy, hogy nem ide valósi vagy, ugye? Tudod-e? Ahogy ne? Nem ide valós vagy, aztán... Ugye hát basznak itt, mint annak a rendje. Kihasználnak, eljössz kamionosok, bazdmeg, aztán izé leszel. Mentőpilóta. Bazdmeg, az ülésem sincs beállítvám normálisan, te. Hát most nézem. Hát nem látom a tükröt. Így bazdmeg, hátra kell toljam magam egy kicsikét, mert ez így életveszély. Nem szabad, gyerekek, miért nem szóltok? Én mondtam nektek, hogy nem lehet. Hát bazd meg, figyelj, de hát azért... Jó van? Na, tehát azért tükörből látni kell mindig valamit, mert... Tükörből nem lát semmit, akkor nem lehet itt mit csinálni, gyerek. Mi van? Te, megvan ez őrülve? Jajaj! Egyte valami nem jó. Az atya fasza ez. Nekem át van kalibrálva valami megint. Oda néz. Eszetlen. Azt hitték, hogy ezek velem itt... Nekem itt ne automatizáljon, baszki, érted? Na, nekem itt nem szeretem én az automatát, baszki, mert minden elektronikából áll az egész, aztán... Van nagy kibaszás az egész. Jó, van, kicsit alá csűrtük aztán. Azért gumikra ilyenkor figyelni kell, akkor kezdő kamionos vagy, céget alapítasz, gumikra nagyon kell figyelni, gyerekek, mert a gumi az... Hát bírja az. De majd itt meglátjátok, olyan fuvarokat viszünk be, az meg beszartok. Ott figyelni kell nagyon ám mindenre, gyerekek. Ott időjárás, széljárás, mindenre kell figyelni. Ott már komoly matematikai feladványokat kell megoldani, mielőtt elindulsz. Olyan matematikai feladványokat baszki, mint a repülőpilótáknak. Hát, hogy ne. Hát majdnem repülőpilóta lettem egyébként régen. Gondolkodtam rajta, azt mondom, elment a kedvem, nem mondom, inkább kamionos leszek. Érted, az jó. Több helyre elmész, nyugodtabb. Nem kell itt izélni. Érted, hát annyi nőd lehet, amelyet akarsz. Repülőn hogy tud csajozni? Érted, nem? Nem így van? Gyerekek, hát na. Atya faszát, elment a levegőm közben. Nyert meg, baszott el. Ezek itt, ezért mondom, figyelj ide, ez pofasz ez a kamion. Ezért mondom, nem látsz a tükörből semmit. De, hát nekem itt miért van ilyen balfasz tükör? Hát nekem nem kell tükör. Nekem az kell, ami bazd meg, hát... Na! Gyerekek! Eljöttünk. Jó van. Na. Ne. Tessék. Időben ideértünk, baszki. 15 kilométeres fuvarbót látod? Ez a szállítólevél. Ez a szállítólevél, az más mondjuk. Hát ez ilyen. Számla lényegében. Ezzel látod, hogy milyen lófasz van. Hogy most van pénz, nincs pénz. Ennyit mentél, mire, mennyit adnak, és ilyen. Na várj, figyelj ide, mert megint...
Nem szóltok, aztán jön nekem itt megint ez a hülye szófosó gyerek. Na itt ez a cégünknek a helye. Gyerekek, ez a főhadiszállásunk. Mit szóltok? Mi? Gyerekek azért... Mi? Ugye? Ugye? Mi? Na. Érted. Mi van? Hát hogyan lenne már ez szar, gyerekek? Ne, hogy beszél? Ne mondjatok itt ilyeneket nekem, ne vicceltek, a szívem lelkemet beletettem, baszki. Hát ilyenre futotta. Hát kijöttem, baszki. Gyerekek, Amerikába kijöttem ám egy bőrönddel. Abba csak sör volt. Érted? A máshogy nem tudtam kihozni a sört. A régi kapcsolatom ez olyankor ám, gyerekek azok azért ilyenkor elmennek ám a kurva anyjába. Érted? Mert ezek el vannak száva. Hogy de, meg vannak fizetve normálisan, aztán egyből nagy a pofájuk. Aztán ilyenkor nem engedelmeskednek úgy, ahogy ezek régen szoktak. Na figyeltek ide, hogy nincs saját kamionunk ám még. Jó van? Úgyhogy most menjünk ám mindenfele. Persze. Jó van, gyerekek? Na. Kicsikét még itt azért ugrabugrálni kell ide-oda. Jó van? Úgyhogy itt villámgyorsan itt egy kicsikét majd azért itt csinálni kell dolgokat ám. Jó van? Gyerekek. Menjünk ám itt mindenne. Na, bizony. Itt. Le kell fuvarozni egy-két dolgot. Jó van? Elmegyünk az évbe. Oaklandba. Elmegyünk Oaklandba egyet. Readingből. Aztán... Mi van itt? Gyerekek, ki látja itt ezt? Jó van? Hát figyelj, fölrakjuk autópályára a szerelvényt, azt lemegy ez magát Oaklandba. Jó van? Nem kell itt picsázni. Hát ez nem egy nagy izé. 3 tonnát kell vinni, gyerekek, ezért ne vigyünk a nagy izéket. Mert azért itt manőverezni kell, Amerikában olyanok, hogy jönnek itt a vadak, meg a medvék, meg az apja fasz, a skorpió, mik vannak még itt, nem tudom. Jönnek ám ezek, nagyon veszedelmes. Figyelni kell. Jó van? Ezeket tessék itt, ezeket észben tartani. Hát ez nem úgy megy ám itt az. Jó van? Pörgesd föl magad, ez bármi van. Nem kell itt kétségbe esni. Ha elindulunk, aztán... A kurva anyát, ha jöjjön a lemez. Nem jó, nem jó. Megint mi van itt nekem beállítva? Ülés. Ezért rossz ezek a kamionok, látjátok. Ezért rossz. Hát te bazdmeg, ezek a tükrök nincsenek ám jó beállítgatva. Se az üléspozíció. Az üléspozíció az mindennél fontosabb, gyerekek, jó van? Ezek a lófasz kamionok még mindig ez. Ezeket túl kell élnünk. Jó van, gyerekek, túl kell élni ezeket valahogy. Nehéz lesz számít, gyerekek, ezeket túlélni, mert azért... Hát mi van, hol lehet itt a kiárat, te? Na nézd oda, itt van a kiárat. Hát baszki, azt hittem börtönből jövünk ki. Hát ott vannak ilyen kergebirka kiáratok, útvonalak. Érted? Van, gyerekek, azért figyelni kell. Nagyon figyelni kell. Szia, Lalikám, újra itt vagyok. Zsanett megszerelmesedett belém, miután mondtad neki, hogy szedje össze magát. Ne basszák ki velem, igen? Lacikám! Ká, mi van veled? Gyermekem, hát azért... Figyelj ide! El volt egy kicsikét szontyolodva múltkor, hát ezt mondtam én, figyelj, beleadtam mindent én azért. Jó van? Beleadtam neked itt én mindent, mert azért... El voltál szontyolodva, gondolom azért Lacikát meg kell menteni, mert... Akkor megmentettelek téged is, ugye? Ezek szerint, ugye? Jó van? Ugye? Na, jó van? Azért nem kell itt egyből elszállni. Jó van, Lacikám? Szépen nyugodtan legyél.
Apukám, nem kell ittán beszarni. De hol vagyunk? Figyeljetek, itt egy villám gyorsan, el kell rakni a pénzeket, meg itt azért hírnevet kell magunknak szerezni, aztán jönnek itt olyan fuvarok, beszartok. Hát egy pillanatokon belül ám beindul ám úgy az élet, hogy azért agyatokat eldobjátok ám, hogy legyek ám, mint a meszes. 350 kilométert kell levezetni. Teperünk ám, mint a kurva anyja. Menjünk ám, mint a rakéta. Itt át lehet menni mindenem, baszki, az Amerika. Hát nekem nem magyarázzál, mikor hogyan lehet átmenni. Itt át lehet menni mindenhol. Hát hogy ne lehet átmenni. Hát itt arra mész, amerre akarsz. Ez Amerika, itt mindent lehet, baszki. Valaki beszóvul, azt lelövöd a picsába. Hát itt érted? Hát ez itt nincs itt idő. Ez szeretem mondjuk ebben az országban nagyon, hogy itt nincs picsázás, érted? Itt nincs itt idő szarakodás. De mi van gyerekek, Antalom, mi van veled? Hát mondjuk mi azért megszoktak oldani, azért máshol is. Kérdeztem tőle, hogy betöltötte a 20-at, mert ha nem, akkor betöltöm én neki. Hát persze, így kell, Lacikám, figyelj ide, így kell. Hogy de jó tetted, jó van gyerek, jó van. Figyelj ide a végén itt azért, na, elopod magad a az anyja 700-át, te! Elfogyott az út! Lacikám, figyelj ide azért, ezeket a nőgyeket lehetem most kéne ám itt Lali bátyjára rázúdítani, bazd, hogy 150, nem megyek ám. Hát ezt majdnem eltévedtem. Hajnalka meg már megint itt nem tudom, mi csinál. Nem szól semmit, meg van sértődve, mert nem ő itt a GPS. Hát jó van gyerekek, azért nem úgy megy ám itt az. Azért látjátok, hogy ez... Látjátok, hogy ez nem egyszerű műfaj. Érted? Tehát azért itt Amerikában sem minden fenékig telj fel. Jó van, gyerekek? Omikám! Jó van. Nyugodtan legyél. Köszönöm. Gyerekek. Nem igen lehet bírni ma sem veletek, ahogy látom, baszki, mert igen, itt el vagytok szállva. Hajna, akkor csinálod nekem itt a palacsintát? Mit csinálsz, igen? Tényleg így van? Palacsintázol? Jó van, majd én is meg palacsintáznak egy kicsikét. A legpáros palacsinta. Figyelj ide, jó van, szeretem a palacsintát. Jó van. Rúgjél gázpadlóig, rúgjél a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajon. Le kell menni jobbra, mi? Gyerekek, itt figyelni kell, nagyon figyelni kell. Azért... Beindul itt egy kicsikét az élet. Meglátjátok itt azért vannak nekem terveim ám, bazdmeg Amerikával. Látok itt lehetőséget. Látom itt a lehetőségeket. Rábuldózer! Köszi! Gyerekek, nagyon itt el vagytok. Na figyeljetek ide! Utko, én itt nagyon beharangoztam nektek a dolgokat, hogy itt izék lesznek, majd itt jöhettek nekem segíteni, fuvarozni jöhettek nekem, meg itt ilyenek lesznek ám, hogy ne. Jó van gyerekek, itt azért... Menjél már gyerek, bazdnek, ha mennék, előznék, mint az állat, tehát te sietem, oda kell érni időben, nem lehet itt késni. Gyerek, ha nem szabad ám késni, baszki, mert lebasz a főnök, aztán... Ha megbízol, nem a főnök, ha megbízol, kettő nem ugyanaz, én vagyok a főnök itt, baszki. Hát hogyne, hogyne, ki más lenne itt, érted? Kettő. Nem úgy van ám itt az... Érted? Érted? Na, megelőzzük ezt a kis pancsert itt. Azért Amerikában nézzek, meg vannak ám csinálva normálisan ám az utak, oda néz. El lehet ám menni itt mindenhol, árkon, bokron keresztül. Ha menjél már le, bazd meg a belső sávból, te! Ez a versenyzőknek van fenntartva, te szerencsétlenség! Takarodjál kifele a leálló sávba, bazd meg, nem, hogy te itt szüttyögjé nekem. Ahogy lehet ekkora balfasz itt valaki?
Bazd meg, kiraktam itt üresbe a szerelvényt. Hát mi van itt? Jaj, a szentség itt. Hát miket nyomogattam itt a műszerfalon? Be kell majd itt állígatni dolgokat, mert... Baszkit, majdnem fölmentem a patkára. Ki vezet? Nő vezette mi? Biztos, hogy nő vezette. Biztos, hogy nő. Biztos, hogy nő. Na nézd meg! Síkság, sivatag az egész. Itt szoktak kergetőzni a izék, a medvék. Veszélyes ország ez azért, ám. Vigyázni kell nagyon. Itt azért mindig kell tartani mellette egy pisztolyt, egy fegyver. Nem pisztoly, pisztoly itt lófasz a lemmészám szinte. Kell egy kicsikét izmosabb fegyver. Kell, mert gyereke nem lehet itt a véletlenre bízni. Figyelj, jön egy vadállat, aztán le kell ülni. Hát nem itt útba rógasz neki majd, vagy mi? Mi? Nem tudsz ilyenkor mit csinálni, le kell ülni a picsába. Hát persze. Gyereke, engem itt nem magyarázzatok. Ez így megy. Na azért figyeltek, lehet ám döngetni itt rendesen a szerelvénye, nem? Megy ám ez, mint a rakéta. Ó, te! Megy ám! Na mindjárt ott vagyunk, így haladunk. Hú, van gyerekek, jöttök akkor nekem segíteni? Vagy mi van veletek? Nem most? Hát most nem tudtok, hát hova bazd meg? Hát nincsen pénz. Nem tudok adni nektek pénzt. Hát úgy meg nem jöttök. Érted, adok, mindenkit meg kell fizetni, mindenkit megfizetek ám, hogy ne? Nem Antal? Na, az így szoktuk. Tisztességesek vagyunk mi ám. Persze, nem ezért. Nincs itt izé. Az itt minden le van a gyerekek ám itt legalizálva. Minden itt le van legalizálva, nem lehet itt mismásolni. Nem szabad. De hát ezt látjátok, ez itt Amerika, itt lehet ám menni. Dönkettünk végig itt az autópályán. Megyünk mindjárt itt a felüljáróra. Nem picsázunk. Apja faszát, nem lehet eldönteni, bazd, nem erre akkor ez vinni, te. Lacikám, Zsanett 5 percet nem bír már ki nélkülem, ez hihetetlen. Na Lacikám, ennyire odáig van érted, hát figyelj ide, hát én azért, mikor megosztottam itt neked a trükkjeimet, a tippjeimet, akkor azért figyelj ide, édes fiam, én azért nem ezekkel voltam ám számolva. Jó van? Én azért ezeket úgy osztottam már meg, hogy azért óvatosan, jó van? Tehát azért nem kell itt Lacikám elszállni egyből, meg kell becsülni itt a dolgokat. Most odáig van érted, de lehet két nap múlva meg másé lesz oda, hogy ne? Ezeket meg kell becsülni, ezeket a helyzeteket itt, érted, mert... Hát én is így szoktam csinálni a hajnalkával. Hát ő velem, én nem, azért, érted, én mindig megbecsülöm őt, de ő meg azért, hogy félváró lesz, hát... Nem lehet így, gyerekek. Nem lehet így, gyerekek, itt azért. Te bazza, megy a motor egyáltalán, vagy már villanymotorral megyünk megint? Ha már nem hallom, bazzki. Addig kéne egy kis hangerőt a zenére, nem? Gyerekek, föltekerem a zenét ám nektek, hát mondjátok. Íj, az anyja picsáját, itt kellett volna a gyerekek lefordulni, azt nem szóltok? Ó, hát megbassza az anyját ezt, te! Miért nem szólt ez? Hát kalimpálnia kéne. Mi van, Lacikám? De itt te nem vagy nőkkel. Hát akkor passzoljál le egyet-kettőt nekem is, te. Hát nézd oda. Mi van, Kevin? Te! Nagyon nagy lókötő vagy, te! Meglátod egyszer, elkaplak a szétszentség. Hát nézd oda! Beengedtelek a bizalmamba, az hátba szúrsz megállás nélkül. Miket hadomálsz te itt nekem össze-vissza? Azt mondja, igaz-e, hogy múltkor eljátszottam a rakomány felét vetkődös pókeren? Ezért válok az asszonytól, te! Hát ide figyelj! Kevin, meglátod, el foglak kapni.
Meglátod. Olyat oda merek a nyakadra, hogy apukám ketté áll a füled. A szétszenség, vele nem picsázó. Ha nézzenek oda. Figyelj ide, Kevin, én nem így ismertelek meg. Hát azért... Igen, el vagy itt te havazva. Akkor miért mondom itt neked? Hát honnan szedegezte itt ilyeneket, baszki? El voltam nyomva, vagy nagyon, vagy mi van? Álmodoztam ott neked, vagy mi van? Ha ilyeneket azért nem szoktam álmodozni, minek? Figyelj ide, én jó élek. Itt ők Amerikába, kijöttem, pikpak. Csak egyszer akartak megfingatni a határon. Azért az elég jó arányám. Gyerekek, itt Amerikában olyan ellenőrzések vannak, de hogy ide, baszki. Még azt az összes szaros katyáidat is átvilágítják el, már hogy de? Nem tudtátok? Ezt átjöttem már elsőre. Hát egyszer megbuktam az én Jó, de hát azon mindenki megbukta rám, gyerekek. Az utak királya, meghívlak az esküvőre. Na, acikám, de... Kisfiam, jó van, figyelj ide! Fiacskám, jó van! Na, mikor lesz? Mire lehet számítani? Figyelj ide! A múltkor volt a lagziba, te... Na, már mindjárt mesélek ám róla. Na, megyek én szívesen. Jó van, bala, nem kell itt izélni nekem, itt nem kell itt kubálni. Na, majd én tudom azt, nem kell itt aggódni. Hát figyelj ide, Ati, terjeszkedem én mindenfele, hát most Amerikában vagyok éppen, tudod, itt alapítottam itt is egy céget. Érted? Hát ez... figyelj ide. Hát tudok itt errefelé így működnek. Érted? Nem tudom ezek itt mit picsáznak. Lehet itt menni, akkor menjünk, baszki, nem? Így van, gyerekek. Bazd meg, azt már alig van pénzünk, gyerekek. Na, hova megy? Folyik ki a zsebemből a pénz, gyerekek? Na, mi jön? Mi lyukas? Mi a lófasz felék? Victoria, nagyon el vagy szemtelenedve. Ahol jártál eddig? Hát itt vártunk miattad, baszki, egy órát. Ne. Ahol akar ez engem vinni te? Oda nézze. Gyerekek, mi ez a víztároló itt? Hát mire, hova, kinek tárolják itt a vizet te? Hát ezt meg kell venni. Hát meg kell ezt venni ám. Ahogy de. Gyerekek, vagy meg itt azért előre? Húha! Hát hova jöttünk, gyerekek? Mi van? Persze, az operációs tengeren vagyunk, nem? Csendes óceán. Kalsított, hol van csendes óceán? Tudod itt a magadék. Csendes, milyen csendes aztán? Hogyan lenne a csendes? Hova kell parkolnom? Mi? Az meg te! Ha vissza kell tolatnom, itt integet nekem a izé kalauz. Ha mi van gyerek, a baszak állják ki ide elém, a szóljál, hogy izé mi van. Ha honnan a faszból találjam ki, hogy itt most te mit akarsz neked, érted? Nem mi? Most járok itt először, érted? Azért nem sűrű szoktam elmondani, azért ahol én nem voltam, az a hely nem nagyon szokottam létezni, érted öreg? Mióta vagytok itt, baszki? 2 éve, vagy mi? Érted? Gyerekek, beparkolom ide ennek a gyerekbe. Oda parkoljak be! Csak hosszán beparkolom neki. De a legszívesebb itt hagynám az út közepén ám neki. Érted. Na,
baszk, te. Ha nem látok szar se ebbe a kibaszott tükörbe, te! Há, hogy van ez kitalálva? Ó, te a csőrös kurva 700-at ennek a szarnak, te bazzakat, ennek nem lehet normálisan látkapni. Hát itt minden ellenkező irányba mozog. Te látsz valamit abban a tükörbe? Hát elmondom neked, mennyit látok, semmit. Ösztömőke menni itt is. Ó, túlfordul! Túlfordul! Érzem, hogy túlfordul, feszül, remeg ilyenkor az egész szerelvényen. Tehát figyelj ide, majd rutinos leszel, mint én, akkor érezni fogod ezeket. Várjál, Victoria, most nem érek rá, baszki. Tolatom kell. Nem érek én rá most itt izéli. Nem lehet itt picsázni, tudod, be kell rakni azt egyből aztán. Nem lehet itt. Ha mi van, Lacikám? Mész a lóval? Jó van, mennyi apukám, mi van veled? Evétessed meg rendesen, nyugodtan, csinálvassad, jó van. Itt tovább neked. Laci, figyelj ide. Jó van. Mi van? Jó, a koppanásig menjek, halló! Nem látom az ürgét, ez elbújt valahova. Nem baszkem. Még szeretnek itt bujócskásot játszani, mámi. Látod? Oda rakod neki milliméter pontosan, akkor legközelebb is téged fog ám hívni, érted? Hát ez így működik ám, gyerekek. Jó van, ezt azért... Nem mindig szoktam ezeket a tippeket ám megosztani. Jó van, gyerekek, oda raktam neki milliméter pontosan. Oda néz, 5000 euró, tudjátok mennyi pénz? Ha nem is láttatok annyit, baszki, lemerem fogadni véletetekbe, az hétszentség. Gyerekek, 2 perc alatt itt nektek megcsináltam. Érted? Mi? Igen, figyelj ide, hát ez máshogy nem megy ám, trekek. Mondjátok, hát ez, figyelj ide, hát ez. Na várja, hol vannak itt nekem a izék? Hol vannak a rakományok a... Ez itt mind átbaszás. E nagy lófaszám az egész. Á, ide jöttünk az előbb. Hol vagyunk most? Ezen az úton jöttünk ám, gyerekek. Akkor... Elmegyünk, gyerekek, izébe. Rukiba. Oaklandból. Jó van? Inkább vigyünk ez a keverő tartályt. Hát nem nagyon kéne azért az. Jó van? Jó van, gyerekek, ez jó lesz ám. Meg kell alapozni itt a jövőnket most. Minél jobban. Ülés itt is el van állítani. Én nem értem, hogy ezek hogyan lehetnek ekkora hülye marhák. Ilyen ülésbeállítása hogy lehet itt is élni? Nem? De figyelj ide, hol a tükör itt? Nincs tükör. Ki van rakva ide mellém a halál faszára? Hogy van ez itt kitalálva? Azt ez. Na hát azért ennek már egy kicsikét úgy azért úgy korombán hangja van, nem? Gyerekek. Fuck. Na jó ezek a makkok. Nem jó, melyik a legjobb kamion itt közébe Amerikába, mi? Gyerekek.
Fordítál ez a lófasz! Ó, gyerekek! Fordít, mint a hétfene! Jó van, gyerekek, jó van! Kágyi, köszi! Gyerekek, leszámít kamion! Leszámít, nem kell picsázni, nekem itt megvannak ám a kapcsolataim, gyerekek azért. Nem akarom itt nektek megmutatni, milyen kamion fogok majd ide berendelni. Meglátjátok ám. Te várjál, meg át kell itt egy picikét most. Nem kaptam én levelet már itt a banktól? Apja faszát, oda nézd, mi? Gyerekek, ott a izé. Kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csinál. Gyerekek! Ne! Ott a föl lehet venni hiteleket! Föl fogok venni hiteleket, azt veszünk egy izé kamiont a picsába. Ha velem itt nem basznak ki az étszentség. Meglátjátok, olyan kamiont fogunk venni, leesik ám az állatok. Nem győzve majd felszedni a földről. Na mi van, hajnalka, megjöttél? Antalop! Megjöttél hajnalka? Hát mi tartott ennyi ideig? Hol jártál eddig? Ez annyi a picsáját, erre kellett nézni a gyerekek. Hiszen ó, itt jöttünk be a gyerekek, nem tudjátok? Oda kell erre figyelni. Rá kell tapadni itt az ablakra, a szélvédőre. Vigyázni kell. Az itt Amerikában micsoda élet van, mi? Gyerekek, látjátok? Azt se tudta, ki vagyok, azt intám. Normális, akit erre felérte. Nem úgy van ám az. Itt olyan veszélyes okományok lesznek, bazd, itt a minisztereknek le kell szállítani, ahogy be. Vigyázzat, mert jövök ám, százzal. Körbe vagy ugrálva egyből hajnal, akkor látod. Egyből. Gyerekek itt azért látnak ám benneteket, hogy itt irogattok nekem minden lófasz. Figyeljetek ide, én nagyon nagy fuvarba vagyok ám, azért majd itt valamire esetleg nem válaszolok, mert nincs idő, az azért van ám gyerekek, mert itt látjátok itt azért nagyon nagy stresszek vannak. Stressz helyzetek. Jó van gyerekek azért? Nem, figyelek én ám, baszki. Figyelek én rátok, csak látjátok, hogy azért menni kell, teperni kell, gyerekek, jó van? Azért nem úgy van ám az, hogy itt megyek ám, csak úgy, viszi magát a rakomány oda, ahova kell, a nagy lófaszokat van ez így ám. Nincs ez így? Ne. Mi van itt? Az meg kell állni nullára, te. Ó, az apja faszát, a hülye csőrös kurva kamionokat, aki föltalálta, te. Úgy megpofozzám, hogy egy életre megbánná, hogy ilyeneket föltalált. Miért nem lehetett berakni a izei magam alá a motort? Ki van rakod a halálfaszára? Azt sokszor nem is lehet... Te, ilyen ágy van itt. Oda néz. Micsoda gyalupad? Mi gyerekek? Mit szóltok hozzá? Hát a makka az látod, az ilyet is tud. Ez jó márka, ez szerintem baszki. Lehet itt hátul bubóni rendesen. Értem. Szép helyre visznek ám benneteket, ahogyne? Ahogyne? Én körbeugrálok téged hajnalka, figyelj ide, mit szeretnél, mondjad? Bukfenceznek neked, vagy mit szeretnél? Hát mi van? Olyan vagyok, mint egy bugócsik, a pörgök ám itt neked.